Az első forduló után 6 csapat állt 3 ponttal a tabellán, a második fordulót követően viszont már feleződött a létszám. A Baktoló Rendház a 2-0-ra kikapott Nagyhalászban, a Vásáros Namény Tarpán szenvedett 3-2-es vereséget, a Máté Szalka pedig Nagy Ecseden játszott 3-3-as döntetlent. A Mándok 4-2-re győzött Rakamazon, a Fehér Gyarmat a Dombrád ellen nyert 2-0-ra. A Nyírgyulaj 5-1-re ütötte ki a Kótajt, a Sényű a Tuzsér otthonában győzött 2-0-ra, a Balkány pedig a Tiszavassalénál bizonyult jobb szintén 2-0-ra. Egy nagyon jó mérkőzés volt, én azt gondolom, hogy a helyzetek alapján megérdemelten nyertünk, de igazából nem is ezt tartom nagy bravúrnak, hanem inkább a tarpai győzelmünket, mert ott senki nem adott nekünk esélyt, és ez a kis fiatal csapat azon a két meccsen megmutatta, hogy van bennük potencia, hiszen az egyik része még játszhat az IFI-be, a másik része most öregedett ki az IFI-ből, úgyhogy szinte a 80%-a 19-20 éves gyerekekből áll, és hát megmondom őszintén, engem is megleptek. Bár a felkészülés idő alatt már lehetett látni, hogy ez egy nagyon tehetséges társaság, hát örülök, hogy így kezdtünk. Sikerült egy olyan játékrendszert begyakorolni, ami a srácoknak a legjobban fekszik, illetve borzasztó nagy a bizonyítási vágy ezekbe a gyerekekbe, hiszen a többségük még most játszik felnőtt osztályba, és hát mindenki bizonyítani akar, és hát ezt próbálom én is meglovagolni. A harmadik forduló párosítása a következő, Tarpa Fehér Gyarmat, Baktaló Rendháza Balkány, Tiszavasvári Vásáros Namény, Dombrád, Nyírgyulaj, Mándok Máté Szalka, Nagy Ecsed Tuzsér, Sényű Nagyhalász és Kótai Rakamaz.